kedves hallgatóim, beszélgető partnerem Dedik János író, akivel az időskori szerelemről fogunk beszélgetni. János, hiszel ebben, hogy lehetségesen időskorban szerelmesnek lenni, és láttál-e már ilyent az életedben? Igen, hiszek benne időskori szerelemben és az időskori szeretetben is hiszek. Erre tudnék talán példát mondani. Volt egy nagyon kedves barátom, akit hát én ismertettem össze egy elvált festőművésznővel, és az ismerettségből szerelem alakult ki. Hogy történt ezt? Hát ez úgy történt, hogy a barátomat elcsaltam, 70 éves korában hozzáteszem, elcsaltam egy kiállítás megnyitóra. Gyula barátomnak szimpatikus lett a hölgy, és kért, hogy mutassam be neki, és bemutattam neki, hogy dr. Márton Gyula, geológus, mérnök, és most már nyugdíjban van. És együtt dolgoztunk valamikor kint Mongóliában. Utána ők megbeszélték, hogy találkoznak, és kialakult köztük egy barátság először, aztán egy szerelem. Gyula egy múzeumot szülőföldjének készített Hajdúsámsomba, vagyis hát amiben nagy segítséget nyújtott neki a festőművésznő, nevezzük Ilának a hölgyet. És gyönyörű tablókat csináltak, gyönyörű múzeumot készítettek el. Utána köztek természetesen, és egy kis pesterzsébeti családi házban laktak. Én egy jó párszor meglátogattam őket, és éreztem, meg láttam rajtuk az örömöt, a boldogságot, hogy milyen jól érzik magukat egymással, mennyire szeretik egymást, és egymással milyen udvariasan beszélgetnek, együtt készítették a virágágyásokat, és minden, és egymásnak segítettek. Gyula segített a Ilának kiállításokat rendezni, Ila pedig hát versekkel próbálta Gyuláról írni verseket tulajdonképpen, és ezt aztán könyvbe is megjelentette. Hát ez a történetről csak ennyit, és hát a vége az egy kicsit szomorú, mert 16 évi együttélés után Ila beteg lett, és egy műtétre be kellett neki menni a kórházba. Hát a műtétet elvégezték, jó sikerült, de sajnos az Ila meghalt. A Gyura barátom ezt nem tudta feldolgozni magába, és teljesen összeomlott, összeroskadt ennek hallatára, és nem telt bele egy hónap se talán, és ő is elment a más világra. Hát ennyit tudtam meg. Minden tragédiája ellenére ez végül is egy tényleg nagyon szép történet. Úgyhogy nagyon szerették egymást, úgyhogy én hiszek benne abban, hogy időskori szerelem, időskori szeretet az létezik és van. Mondhatod, hogy bizonyos embereknél olyan módon jön ki ez a túlzott szeretet, hogy tud ez kicsit idegesítő is lenni. Magdi néni esetét, hogy csak elmesélni. Igen, hát a Magdi néni esete az következő. Több alkalommal, hát egy távoli rokonunk a Magdi néni, meg a Roli bácsi, egy távoli rokonunk, és hát időközönként elmentünk meglátogatni, főleg ilyen nagyobb ünnepeken, de hétköznapokon is összejöttünk egy kicsit beszélgetni. Na hát itt az a dolog, hogy Magdi néni borzalmasan szerelmes a férjébe, akivel már együtt élnek, vagy 40 éve, és szinte fárasztó, hogy a Magdi néninek a túlzott gondoskodása, a túlzott figyelmessége a férje iránt, az egy kicsit én úgy láttam az Adi bácsin is, hogy egy kicsit fárasztó neki, mert a Magdi néni az számtalanszor megkérdezi, hogy jól ülsz-e, nem-e kérsz párnád, hogy a fürdővíz nem nagyon meleg, vagy nem nagyon hideg, vagy engedjek hozzá, vagy jól lesz neked ez a törülköző, vagy van-e kedved egy kicsit sétálni velem, vagy mit akarsz nézni a tévébe, vagy a rádióba. Tehát ez egy túlzott szeretet, vagy túlzott szerelem, nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, ilyen időskorban.
Vagy lehet, hogy talán gyerekként kezeli a férjét. Elképzelhető, igen. Mert mikor ott voltunk náluk egy vacsorán is, akkor is Zolikám, várjál, kicserélem a szalvétádat, mert ebben már törülted a százat, és hozta a másikat neki. Milyen többieként nem, de a Zolikának minden. Tudod, szóval ez egy... Ez az ő szeretete. Ez az ő szeretete. És ezek, én úgy láttam, hogy egy kicsit túlzott szeretet, és talán az Oli bácsi is egy kicsit úgy restelte, hogy ennyire körül teszi a felesége őt, hogy körülötte forogjon a világ. Azt kívánom Zoli bácsinak, hogy nagyobb problémája ne legyen az életében. És neked, János, volt valami olyan extra élményed, amit ugye elmondanál így ezzel kapcsolatban, az időskori szerelemmel kapcsolatban? Hát az időskori szerelemmel kapcsolatban talán azt tudom elmondani, hogy egy másik szomorú eset tudok mondani. Mongóliában megismerkedtem egy nagyon kedves családdal. És hát annyira, hogy mondjam neked, annyira szerették és szerették egymást, hát sajnos most már a Józsi barátom az meghalt. Nagyon szépen éltek, egy kislányuk van nekik, és olyan szép szeretetben, időskori szerelemnek lehet mondani tényleg, hogy mikor az ember legalábbis, amikor ott vagyunk és látjuk őket, de különben is annyira tisztelettel és szeretettel beszélnek egymással, ami manapság hát kevésbé ismeretes, pláne ugye fiatalok között, de hát az idősek is ma már idegesebbek az emberek, és nincs úgy türelmük talán egymáshoz, mint ezek az én korombeli embereknek, akik olyan szépen beszéltek. És ez a szerencsét, ilyen Józsi ezt a Parkinson-kortba szenvedett, megkapta, és hát a felesége az borzasztóan oda volt érte, és mindent elkövettek, hogy meg gyógyszert, minden megszereztek neki még külföldről is, de hát sajnos segíteni nem lehetett rajta. És hát a felesége, a Gizike, hát teljesen azóta összetöpörödött néni lett, nem lehet ráismerni annyira, és állandóan a férjéről beszél, a Józsiról, hogy szóval nem tudja elengedni annyira a szeretet, meg a szerelem hatása még mindig érződik a kapcsolatuk, a volt kapcsolatukon, meg az utólagosan, hogy hát most már egyedül maradt. Hát talán ennyit tudnék erről mondani. János, szerinted a környezet az hogy reagál egy ilyen helyzetben, amikor meglátja, hogy két idős ember szerelemre gyullad egymás iránt? Elfogadják? Vagy milyen reakciókat vált ki a környezetükből? Kérlek szépen, ez érdekes, mert a környezet, már nem tudom, a családra gondolsz. Igen, hát akik körülötte. Hát ez egy jó kérdés, tudnélik. Általában a fiatalok nem veszik jó néven, hogyha az idősebb családtaguk esetleg megismerkedik valakivel, és próbálja vele kapcsolatba kerülni. És érzi azt, hogy a másik is kedveli, és szimpatizálnak egymással, és szerelembe esnek tulajdonképpen. Ezt a családok nem túlzottan... Miért? Miért nem tolerálják? Hát, tolerálni, mert én nem tudom azt, miért féltik talán az idős családtagot, vagy féltik, nem tudom én, az anyagi javak miatt, hogy átkerül másik családhoz vannak az anyagi javak. Én azt hiszem, hogy itt főleg az anyagiak beszélnek, dominálnak ebben az esetben. Uh-huh. Nekem ez az véleményem. Mert nem igen hallottam olyanokról, hogy a család ezt, na, de jó van, akkor menjél férhez, vagy nősülj meg, vagy mit tudom én, ilyesmi. Miről szóba lenne, és ők ezt pártolnák, vagy segítenék elő a mai fiatalok. Szóval akkor kell egy bizonyos fajta bátorság az idős emberek. Igen. Hogy még a környezetükkel megbirkózva is felállják fel a kapcsolatukat. Kell egy erős karakter, egy erős akarat ahhoz, hogy az ő
pár évüket szépé tegyék, ami még hátra van ilyen időskorban. És ezt én azt mondom, hogy ezt viszont hát aki teheti, és úgy érzi, annak ki is kell használni. Mert egyszer élünk, és... Van egy ide szóló nagyon szép versed. Istenem, igen. Úgy szeretném még a földön lenni, hogyha ezt elolvasnád nekünk. Nagyon szívesen elolvasom. Ezt a versemet Enyedi Béla is megzenésítette. A címe az, hogy hadd maradjak még a földön. Hadd maradjak még a földön, engedd meg Istenem, jó példával, szent igével tölteni életem. Hadd maradjak még e földön, segítek Jézus neked, sok-sok öröm érne ezzel, csordultig lennék veled. Hadd maradjak még e földön, engedd meg Istenem, szolgálatot, örömeit add meg nekem. Hadd maradjak még e földön, adja meg lelked nekem, hogy dicsérni tudjam tőled kapott boldog életem. Hadd maradjak még e földön, a Szentlélek legyen velem, Krisztusunkhoz elmondhassak imákat, Uram, neked. Hadd maradjak még e földön, engedd meg Istenem, szolgálatod örömeit add meg nekem. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóim, Dedik János íróval beszélgettünk az időskori szerelemről. Nagyon szépen köszönöm, János, az interjút. Nagyon szívesen.